Folytatódhat a mentőszolgálatok alkalmazottainak november óta tartó tiltakozása. A mentőszolgálatnál dolgozók nem csak anyagi megbecsülést és személyzetbővítést, hanem a munkavégzéshez szükséges járműveket is követelnek. Az eddiginél drasztikusabb, tiltakozási formával folytatódhat a mentőszolgálatok alkalmazottainak november óta tartó tiltakozása. Február közepe óta a szakszervezet támogató aláírásokat gyűjt a demonstráció folytatására, amit a visszajelzések alapján sokan támogatnak. Kilátásban van egy 2 órás figyelmeztető sztrájk megszervezése is. A mentőszolgálatok személyzetbővítést és béremelést kérnek, valamint azt, hogy tegyék számukra lehetővé a korai nyugdíjazást. A mentőszolgálat egy ideje 2 egészségügyi, illetve belügyminisztériumi irányítás alatt működik, de a szakszervezet szerint ez nem hatékony. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi minisztérium ugyanúgy, ahogy vezeti a kórházakat, a mindenféle szinten a betegállátást, ugyanúgy tudná a mentőszolgálatoknak a tevékenységét is vezetni, és nem kellene hol egyik, hol másik oldalról válni, hogy megszülessen egy határozat is. És az igazság az, hogy ez a 2 vezetés, ez a 2 dolog az idők folyamán mi úgy vettük észre, hogy egy adott pillanatban a mentőszolgálatoknak a hátrányára vált. A mentőszolgálatok azt szeretnék, hogy csak rendkívüli helyzetekben, katasztrófák bekövetkeztekor kerülhessen belügyminisztériumi irányítás alá a mentőszolgálat. Követelik a járműpark felújítását is, amely elavult, műszakilag elhasználódott. Országos szinten a mentőautók alig 25%-a felel meg a követelményeknek.